Mi lesz ez a demonstráció? Voltak éppen, kik vesznek részt benne, kikről szól? Kérdezem Gross Attilát, a Vitézi Rend katasztrófavédelmi századparancsnokát. Ez az utolsó akció a megköszönése ennek az egész több hónapos cselekménynek, amit a hivatalos szervek és az egészségügy tett értünk. A kórházak dolgozói, az ápolók, a rendőrség, a mentők, ezt mind így akarjuk megköszönni egy utolsó nagy tapssal, amit a lakók, a gazdagréti civil szervezetek szerveznek. Utolsó taps akciónak a szervezője Röfler Zsolt, ő szervezte az egész akciót. Ő hozta létre azt, hogy szórlapozásokkal és a Budaörsi Napló újságnak a segítségével idehozza a lakókat. Tűzoltóság, mentők és a rendőrség fog eljönni. Szerepük, ők villogással fogják megköszönni ezt az egész eseményt, és megköszönik a tapsokat. Mint hallják a kedves nézőink, hallgatóink, a budaörsi lakótelep közönsége tapssal üdvözli a felvonuló rendőröket és tűzoltókat. Ha minden igaz, hamarosan a mentőszolgálat is csatlakozik egy járművel. A rendvédelmi szervek pedig villogó jelzéssel köszönik meg a lakosság tapsát. Úgyhogy beállnak ide a Patkó utcai megállóba. Ez a demonstráció, mint utolsó taps, vagy utolsó vastaps a Vitézi Rend katasztrófavédelmi századának szervezésében kerül megrendezésre, ahol a budaörsi lakosok megköszönik a mentősök, a rendőrök, a tűzoltók elmúlt néhány hónapban nyújtott helyenként emberfeletti munkáját. Mint látható, jó sokan összegyűltek, és a panelházak erkélyeiből, ablakaiból is csatlakoznak jó páran az ünneplőkhöz. Hamarosan beáll ide elég a 40-es busz, de ne veszítse senki a kedvét. Otthon, lélekben tapsoljanak a budaörsiekkel, hogyha ezt a képzavart elnézik. Most nekem a 40-es busz egyébként dudálással vagy kürtöléssel jelezte, hogy csatlakozik a demonstrálókhoz. Reméljük, hogy valóban ez lesz az utolsó taps, már a tekintetben, hogy kifelé megyünk a járványból, és hamarosan visszaállhat a megszokott régi rend az országban, a világban, és természetesen itt Budaörsön is. Közben az erkélyről, innen-onnan fényjelzésekkel is demonstrálják a helyiek, sőt, dudával a köszönetüket, a hálájukat, és hamarosan egy-két zeneszám is elhangzik, aminek a végén majd az említett rendvédelmi szervek szirénázással távoznak a helyszínről, és köszönik meg a köszönetet. Utolsó taps, ez a címe ennek a mai megmozdulásnak. Ezek szerint optimisták. Tehát ez azt is jelenti, az utolsó szó egyrészt, hogy voltak korábbiak, másrészt, hogy nem lesz több véget ér a járványveszély. Nagyon reméljük. Ugye erre van egy operatív törzs, de a számadatok azt mutatják, hogy nagyon csökken a fertőzöttek száma, és mindenki ebben reménykedik, hogy tényleg véget ér hamarosan. Voltak korábbiak is egyébként? Volt korábbi taps, azt más civil szervezetek szervezték, igen. Még egy utolsó kérdés, szó van itt bizonyos második hullámról, de talán harmadik hullámról.
akkor elképzelhető, hogy hasonló módon fejezik majd ki szolidaritásukat, ha ilyenre sor kerül? Ez természetes, ez így van, mert úgy gondoljuk, hogy az egészségügyben lévő dolgozók a második hullámnál is ugyanezt fogják csinálni, mint az első hullámnál, és megérdemlik azt a köszönetet, amit a lakók ki tudnak fejezni nekik. Valóban reálisak azok az elképzelések, hogy túl vagyunk a járványon, de még járványveszély van. Mit takar ez pontosan? Én arra tudok csak gondolni, hogy hamarosan ennek vége lesz. Ha szeptember vagy októberben újra kezdődne, akkor az ország fel van erre készülve.